Sziasztok, Dredd vagyok, újra itt vagyunk az IPPON-nál. Ma egy kevésbé izgalmas, de egy nagyon fontos témával érkeztünk, hiszen a mindennapi életünket meghatározza az internet, illetve hát ezen belül természetesen a routerek, illetve a wifi hálózatok, hiszen valószínűleg most is wifiről néztek, legalábbis többségetek. IPPON.hu. Már 20 éve veletek. Egy kis áttekintés természetesen arról, hogy a wifi mióta is létezik, mint ahogy az internet is, a wifi szabványa is az amerikai hadsereghez köthető. A wifi 0 1997-ben született meg, és bár azt gondolnátok, hogy már abban az évben ott hazamentetek és használhattátok, de ez nem így van, mert elsőnek 1999-ben az Apple az iBook termékébe, az első úgymond notebookjába szerelte be ezt a lehetőséget. Azóta természetesen rengeteget fejlődött a Wi-Fi, hiszen a nullától elindulva a 6-ig jutottunk. A jelenlegi standard a Wi-Fi 6-os, amely akár 9,6 megabit per másodperces adatátvitelre képes, ami természetesen a 97-es megjelenés óta elég nagy változás, és így érkeztünk el a mai bemutatónkhoz, ami nem más, mint a Qt terméke, amely Kínából érkezett. A cég 2018-ban alakult, és a fő profiljuk természetesen hálózati eszközök, mint routerek, illetve a közkedvelt mesh wifi rendszerek. Azt hiszem, mint találkoztunk azzal a helyzettel, hogy otthon keresgéltük a hálózatot, a wifi jelet, hiszen nem volt elég jelerősségünk. A mesh wifi rendszerek ezen segítenek, hogy ezeket az access pointokat összekössék, ezáltal nagyobb lefedettséget biztosítsanak számunkra az otthonunkban. A mesh wifi rendszerek előnye az, hogy egy egybefüggő hálózatot fognak létrehozni, tehát az eszközeinknek nem kell különböző wifi access pointok között kapcsolgatni. A tesztek alapján, amit egyébként egy kétszintes kertesházban végeztem, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az eszközök, amelyek itt vannak, abszolút alkalmasak arra, hogy egy teljes lefedettséget biztosítsanak számunkra, még egy ekkora területen is. Két különböző Qt Mesh Wi-Fi eszköz van nálunk, mind a kettő két egységgel érkezett, az egyik 280 négyzetméteres terület lefedésére alkalmas, a másik egy sokkal erősebb, akár 400 négyzetméteres ház, illetve bármilyen terület lefedésére alkalmas. Természetesen egyébként ezek az eszközök nem csak kettő, hanem akár három mesh wifi eszközzel is megvásárolhatóak, ezáltal ki lehet terjeszteni a lefedettségi terület méretét. Azt még el kell mondani, hogy a mesh rendszerek mindig csak saját brand eszközökkel működnek együtt. Egyébként kinézetben egy nagyon egyszerű, könnyű, könnyen elhelyezhető dizájnt képviselnek, nincsenek túl bonyolítva, a súlyuk nem túl nagy, ezért bárhova el tudjátok helyezni, és talán még a lakás díszeként is megjelenhet. A csatlakozás az eszközhöz borzalmasan egyszerű, megkeresitek a Wi-Fi-n az adott eszköznek a nevét, amely jelen esetben a Qt FB8C5G, a jelszót pedig a doboz alján találjátok, majd csatlakozás után beírjátok a Qt.net címet, és már is megtaláljátok a kezelő felületet, amint bent vagytok, a rendszer megkérdezi, hogy ezt az access point mire szeretnétek használni, access pointot fog képviselni. Itt megadhatjátok, hogy ha szeretnétek külön választani a 2,4, illetve az 5 GHz-es kapcsolatot, de hogyha ugyanazt a nevet adjátok meg, akkor egy hálózatként fogja kezelni a kettőt, és kiválasztja a számára a legmegfelelőbbet. Save and apply. Mint azt láthattátok, elég egyszerű összetenni ezt a hálózatot, tényleg nem kell hozzá nagy mágia. Ha szeretnétek hozzáadni még egy eszközt, akkor ugyanezeket a lépéseket végig kell csinálnatok, és azonnal megtalálja a párját. Ezáltal nagyobb lefedettségetek lesz otthon. A Qt természetesen többfajta terméket gyárt, az egyik a mesh hálózatok, a másik pedig a routerek. Ezek közül kettő van nálunk, az egyik 4G, a másik pedig 5G SIM-kártya befogadására is alkalmas. A szolgáltató biztosítja számotokra a routert, ellenben, hogyha saját hálózatot szeretnétek otthon építeni, az a szolgáltató routerével nem mindig lehetséges, hiszen nem mindig van hozzáférésetek azokhoz a routerekhez. Ezek az eszközök abban nyújtanak neked segítséget, hogyha esetleg a lakóhelyeden nincs megfelelő internet kapcsolat, túl lassú vagy akár megbízhatatlan, ha ezt az eszközt bekötitek és csatlakoztatok hozzá egy 4 vagy 5G-s SIM-kártyát, akkor ez a rendszer akár egy backup, egy tartalék rendszerként is biztosíthatja számotokra az internetet, hiszen ezek az eszközök már annyira intelligensek,
hogy amennyiben a hálózati kábeles internet megszakad, azonnal átáll a 4 vagy 5G-s kapcsolatra. Ahogy azt már tapasztalhattuk a Mesh Wi-Fi rendszerében, a routerek beállítása is hasonlóképpen egyszerű, ugyanazon a QD.net, illetve és vagy az IP címen keresztül beléphettek a kezelőfelületre, ahol a kornak megfelelő összes biztonsági beállítást megtalálhatjátok. Az eddigi tapasztalataim alapján a QD termékek abszolút megfelelnek az otthoni felhasználásra, a kisebb pénztárcával rendelkezőknek tökéletes választás lehet otthonra. Ez volt a QD hálózati eszközök bemutatója, köszönjük nekik, hogy elküldték ezeket a termékeket, iratkozzatok fel az IPON csatornájára, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! ipon.hu. Már 20 éve veletek. Régen elkaptam ám. De ez nem is megy el. Cső, ez azt kéne, hogy fölugrik, de ez...